közösségszervező, a Design Terminál vezetője és a Brain Bar alapítója, a természet és a jövő szerelmese. Böszörmény Nagy Gergely a mai vendégem a Pesti TV identitás erősítő portré műsorában, a Mi vagyunk a magyarokban. Szia Gergő! Szia Dani! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Örülök, hogy létrejött ez a beszélgetés. Én először arra lennék tőled kíváncsi, hogy mit jelentenek neked a barátaid? Mit jelent a barátság? Egyszer olvastam egy interjút Demián Sándorral, néhai Demián Sándorral, akiről tudjuk, ugye, hogy nem csak Magyarország, de az egész kelet-közép-európai régió egyik legnagyobb befolyásra szertett üzletembere volt. És ebben az interjúban megkérdezték tőle, hogy mire a legbüszkébb. Akkor meg Krakkóban, meg Ukrajnában, meg Magyarországon voltak óriási beruházásai. És azt mondta, hogy messze a legbüszkébb arra, hogy megmaradtak a gyerekkori barátai. És nagyon megmaradt bennem ez. És minden nap hálás vagyok azért, hogy ezt én is elmondhatom magamról. A gyerekkori barátok azok, akik a leghitelesebb tükröt tudják tartani az embernek, és akikkel még akkor bútorozott össze az ember, amikor még nem érdekek mentén kimondott, vagy kimondatlan érdekek mentén szövődtek az emberi kapcsolatai, hanem kifejezetten csak a személyiség meg az értékek alapján. Persze jó esetben később is akadnak ilyen kapcsolatok, de azért a legkönnyebb ilyen barátságokra gyerekkorban, fiatalkorba szert tenni. Nagyon fontos szerintem, hogy szorgalmasan ápoljuk a barátságokat, és amikor elragadnának a mindennapi teendők, akkor is fordítsunk rá energiát. Mondhatjuk, hogy ez az életemben központi szerepet játszik, egy központi szervezési feladat. Amikor bemutattalak, akkor azt mondtam, hogy közösségszervező. Ez volt az első titulus, amit mondtam rólad. Ez mit jelent egészen pontosan, hogyha a te személyedre gondolunk? Nagyon szeretek olyan munkahelyeket létrehozni, azokban a műhelyekben, amiket működtetek, ahol értelmes feladatokkal lehet foglalkozni. Azt hiszem, hogyha egy hetet ki kéne bírnom valamelyik multinál, akkor nagyon nagy bajba lennék, mert annyira hozzászoktam ahhoz a kényelmes, szellemi és lelki értelemben is kényelmes világhoz, hogy értelmes dolgokkal foglalkozhatok, és mindegyiknek valami köze van az országhoz, mindegyiknek valami köze van, kapcsolódása van ahhoz, hogy milyen Magyarországot képzelünk el a jövőben, hogy most már nagyon nehéz lenne erről lemondani, és olyan emberekből szeretek közösséget szervezni, akiket szintén ez lelkesít, akiket ez inspirál. Tehát természetesen fontosak a körülmények, fontos a korrekt fizetés, fontos az, hogy jó fizikai körülmények között dolgozzunk, de a legfontosabb az, hogy értelmes és értékes munkát végezünk, és ilyen feladatok köré szeretek kisebb-nagyobb közösségeket szervezni. A közösségszervező, aki ötletgyáros. Azt mondják rólad, hogy eléggé kreatív vagy. Mi a kérdés, Dani? Hát, hogy igaz, hogy valóban elég kreatív vagy? Vagy te hogy tekintesz magadra? Én azt hiszem, hogy inkább kíváncsinak hívnám magam. Tehát van bennem egy nyugtalanság, és egy nyugtalanság fűtötte kíváncsiság. És nagyon sok szabad vegyértéken van új dolgoknak a felfedezésére, elsajátítására. Lehet, hogy ez a végén kicsapódik, sőt, nem akarok szerénytelennek tűnni, tehát, vagy álszerénynek tűnni pontosabban. Lehet, hogy ez a végén kicsapódik ötletekbe, valóban sok ötletem keletkezik a mindennapokban, de ennek a felhajtó ereje, és igazából az, ami az alapanyaga, az a kíváncsiság és a felfedezés iránti vágy. Ha már az ötleteknél tartunk, az első és az egyik legnagyobb szabású ötleted a Design Terminál. A néző kedvéért, hogyha valaki még nem találkozott azzal, hogy mi is pontosan a Design Terminál, én először arra szeretnélek kérni, hogy mondd el pontosan, hogy miről van szó, illetve hogy honnan jött az ötlet. Ez egy tehetséggondozó műhely, ami kifejezetten üzleti tehetséggondozással foglalkozik. Fiatal magyaroknak segít, alapvetően mentorprogramok, meg fejlesztő tréningek keretében abban, hogy az ötletüket, az üzleti ötletüket, a vállalkozási ötletüket, az innovációjukat, azt először is cégbe tudják szervezni, aztán akár a nemzetközi piacra el tudják juttatni. Ugye miért hívják így, hogy Design Terminál? A design fogalmáról nagyon sokaknak valószínűleg
a jól megtervezett tárgyak jutnak az eszébe, de valójában ez sokkal többet jelent ez a fogalom. Ez, általában azt szokták mondani, hogy a design arról szól, hogy egy, nem arról szól, hogy hogy néz ki valami, hanem az arról, hogy hogyan működik. És ma már szolgáltatásokat is terveznek designerek, ma már cégeket is, technológiai megoldásokat is terveznek designerek. Általánosságban a tervezői megközelítésről, a tudatos, megfontolt, kimunkált tervezői megközelítésről szól ez, ami szerintünk egy cég esetében is fontos. Erre a módszertanra tanítjuk, oktatjuk, neveljük azokat, akik nálunk részt vesznek a tehetséggondozó programokon. És az egésznek az a célja, vagy az aspiráció, amin alapszik, hogy a magyar legújabb kori történelemben nem volt lehetőség arra, hogy a vállalkozói tudást az generációk egymásra örökítsék. A magyar szellemi elitet, annak a különböző részeit a 20. században egymás után likvidálták a különböző diktatúrák. És pontosan ezért egy jelentős hátrányban vagyunk mondjuk a hollandokhoz vagy a britekhez képest, akik hát egészen a holland-kelet-indiai társaságig visszamehetünk, évszázadok óta tudatosan nevelik, erősítik a saját vállalkozói elitjüket. És az ő befolyásuk a világban, az ő megmaradási képességük, az nagyon jelentős részben alapszik azon az eliten, aki egy magabíró elit, saját cégeik vannak, külföldön is ott vannak a holland, a brit, vagy akár az amerikai cégek. Nekünk is szükségünk van ilyen üzleti, ilyen vállalkozói elitre. És mi ezt az elitet igyekszünk kinevelni a saját műhelyünkben, jobb hiány, hiszen organikus módon ez a 20. században nem történhetett meg. Bátrak vagyunk egyébként, ha üzleti vállalkozásról beszélünk? Itt ugye kitértél arra, hogy vannak olyan nyugat-európai országok, ahol valóban megvan a hagyománya bátornak lenni az üzleti életben. Magyarországon ezt kiirtották. Történt valami az elmúlt 30-31 évben, hogyha az üzleti vállalkozást bátorság szempontjából nézzük? Ez nagyon kevés idő. Tehát empatikusan és megértéssel kell fordulni a magyar üzleti valóság felé olyan szempontból, hogy nagyon kevés idő telt még el ahhoz, hogy vállalkozói kultúra, vagy az önmegvalósításnak a kultúrája szárba szökjön. De azt gondolom, hogy vannak jó kezdeményezések, és vannak jó jelek. Tudnék sorolni egy-két tucat olyan nevet, aki jó példa ma már a fiatalok előtt az elmúlt évekből, évtizedekből. Ilyenből reméljük, hogy egyre több lesz. És azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak a elmúlt évekbeli teljesítménye is segít, és a politika is tudja és kell, hogy inspirálja ezt. Például amikor kifektetésről, a környező országokban való cégvásárlásról beszélünk, ami egyébként nem csak Magyarországon téma, de például a visegrádi országokban is, nem olyan régen az egyik kedvenc példám, hogy egy cseh üzletember vásárolta meg a Le Monde francia napilapot, a legendás, az a francia médiát meghatározó márkát. Szóval az, hogy ide eljutottak közép-európai országok, erre lehetőség van, az mindenképpen inspiráció a vállalkozói elittek következő generációja számára is. Tehát én optimista vagyok, de még egyszer mondom, nagyon kevés idő telt még el, kivált ahhoz képest, hogy mikor kezdték a nemzetközi kereskedelmet mondjuk az említett hollandok. Hogyha van egy fiatal, tehetséges, leendő vállalkozó, tehát még a fiatal, tehetséges fiatal emberről beszélünk, akinek van egy nagyon jó ötlete, de még vállalkozása nincs, csak egy ilyen tényleg ötletfoszlány. Ti miben tudtok segíteni neki? Először is egyedi, vagy egyéni sztorikkal mi nem foglalkozunk, mi csapatokat várunk a tehetséggondozó műhelyünkbe. Ennek van egy oka. Az elmúlt 200 év tele van olyan magyar sztorikkal, ahol egy magányos ötletgazda, aki nagyon hitt az ötletében, végül azért bukott el, mert nem volt elég bizalma ahhoz, hogy csapatot építsen meg a köré. Olyan csapatot, amivel komplementer tudás jelenik meg az ő saját tudásához képest. Mondjuk, hogyha van egy tehetséges, zseniális mérnök, van egy kiváló ötlet, akkor valószínűleg szükség lesz hozzá egy reklámhoz, marketinghez, eladáshoz értő személyiségre. Szinte biztos, hogy szükség lesz egy jó pénzügyesre és profi adminisztrációra. És csak néhányat mondtam, nem beszélve a jogi területről, a szellemi tulajdon védelméről. Mi abban hiszünk, hogy azok a csapatok, azok a magyarok esélyesek igazán a sikerre, akik tudnak csapatban is működni. Tehát a magányos hősök szocializációját igyekszünk felváltani egy közös csapatmunkának a képével és az ideájával. Ez onnan jön egyébként, hogy te magad is a közösségben hiszel?
Igen, szerintem nagyon jó csapatban dolgozni. Nyilván, ha nem érezném magaménak ezt, akkor nem így alakult volna a mi tehetséggondozó programunknak sem a története, de az az igazság, hogy ez találkozik az objektív valósággal is. Azt látjuk, hogy a sikersztorik mögött nagyon sokszor a populáris kultúra az egy-egy nevet kap csak fel, de mögöttük szinte mindig egy jól összerakott, egymás iránt hűséges, és még egyszer mondom, nagyon sok különböző tudás morzsát összetoló csapat van. Ahogy itt beszélgetünk ebben a stúdióban, neked ezt biztos, hogy nem kell mondanom, hiszen a ti műhelyetek is egy kiválóan működő csapat. És elérnétek egyesmást magányosan is, de a sokszorosát éritek el közösen. Ugyanez az üzletben, a technológiában, az innovációban is ugyanígy van. Brain Bar, a jövő fesztivál. A Design Terminálból egyenes út vezetett a Brain Bar megalkotásáig? Igen, ugye a Design Terminálban olyanokkal foglalkozunk, akik már elszánták magukat egy saját cég, egy saját sikersztori felépítésére. De azt is látjuk a mai Y és Z generációban, hogy nagyon sok a bizonytalanság. Az önbizalom hiány és talán a választéknak ez az elképesztő szélessége az éles stratégiák tekintetében, hogy annyiféle különböző irányba indulhat el majd fiatal, ez egy kicsit össze is zavar sokakat. Ezért szerettünk volna a diáksággal is foglalkozni. És elindítottuk 5 évvel ezelőtt a Brain Bart, ami egy jövő fesztivál. Úgy kell elképzelni, mint egy zenei fesztivált, azzal a különbséggel, hogy itt a jövőről szóló legfontosabb kérdéseknek a vitája zajlik, a kibeszélése zajlik, a közönség bevonásával, magyar és külföldi előadók, vendégek segítségével, akik között vannak üzletemberek, vannak akadémikusok, vannak politikusok, vannak feltalálók, tudósok, mindenféle különcök is köztük, különleges karakterek, akik nem csak okosak, hanem inspirálni is tudnak, és ami nagyon fontos, hogy mellette nyitottak a közvetlen kapcsolódásra a közönséggel. Szóval nem úgy kell elképzelni a mi fesztiválunkat, hogy felmegy egy előadó, megtapsolják, aztán lemegy, hanem napokat töltenek együtt a fiatalokkal, és elvegyülnek köztük, és van egy érdekes interaktív formátuma ennek az egésznek. Azt gondoljuk, hogy érdemes a magyar fiatalokat inspirálni, a jövőről szóló legizgalmasabb kérdéseket tematizálni, érdemes nekik lehetőséget biztosítani arra, hogy erről hasonszörűekkel beszélgessenek. És hogy milyen hatása egy ilyen fesztiválnak, az mindig nehezen mérhető. Mi abban mérjük, hogy több mint 5000 diák vesz rajta részt évente, és nagyon sokan térnek hozzánk vissza olyan visszajelzésekkel, amik arról szólnak, hogy segített a jövőjüket egy kicsit megtervezni, egy kicsit rendet rakni a fejükben, elindulni valamilyen úton, ötleteket megfogalmazni az ügyben, hogy milyen értelmes feladatot találnak maguknak. És egyébként nem titkolt célja a Brain Barnak az is, hogy itthon tartsa a fiatalokat. Együtt dolgozunk sok magyar vállalattal, akik a mi fesztiválunkon kínálnak izgalmas, értelmes álláshelyeket. Fontos, hogy értelmes? Igen, nagyon lényegesnek tartjuk azt, hogy a tehetség az ne vesszen el. Tehát rengeteg olyan álláshely van ma a nemzetközi gazdaságban, emlegettük már ezt a beszélgetés korábbi szakaszában, amit az amerikaiak úgy hívnak, hogy bullshit job. Szóval gyakorlatilag nem, hogy pótolható, hanem valójában teljesen értelmetlen álláshely, ahol sokszor nagyon okos, tehetséges, többre hivatott fiatalok dolgoznak. És próbálunk olyanokat kínálni nekik, amiknek tényleg van értelme is. Vannak ilyenek a közszolgálatban, együtt dolgozunk többek között a kormányzattal is ezen a területen, vannak ilyenek alapítványoknál, vannak ilyenek egyetemeken, és vannak ilyenek az üzleti szférában is, például, hogyha egy magas hozzáadott értékű munkahelyről beszélünk, ahol tényleg valami új jön létre, ami valami nagyobbnak a része, és itt a magyar gazdaság szempontjából fontos, az egy megtisztelő és kiváló lehetőség egy tehetségnek is. Nagyon fontosnak tartom, hogy kevesen vagyunk. Ha megnézzük a Magyarország korfáját, akkor, és pláne azt, hogy áll Európa ilyen tekintetben, a kiemelkedő tehetségeket meg kell becsülni, és értelmes feladattal kell megkínálni. Kicsit ez az ambíció mozgatja Brain Bart is. Melyik volt az a Brain Bar, amelyre a legbüszkébb vagy, vagy ki volt az az előadó, akit el tudtatok hívni Magyarországra, Budapestre, és egy iszonyatos nagy eredménynek tekintett, hogy ő vállalta ezen a fesztiválon való részvételt? Több ilyen is volt, talán a legutóbbi ilyen Jordan Peterson, aki
szerintem sok... Egy ismert kanadai pszichológus. Így van, egy pszichiáter professzor, aki talán megér egy fél mondatot az ő bemutatása a nézőknek. Ugye ő egy őszhalántékú, fehér bőrű egyetemi tudós, aki klasszika filológiából kezdett el YouTube előadásokat tartani. Most, ha felsoroljuk ezeket a jellemzőket, akkor azt gondolnád, hogy ez, ha valami bukásra van ítélve a YouTube-on, akkor biztos, hogy ez. És ehhez képest egy világsztár lett. Pontosan azért, mert a klasszikus értékekről nagyon hatásosan, karizmatikusan, éleslátóan és szókimondóan fogalmazott és szólt fiatalokhoz, és ő egy világsztár lett. Nem csak a konzervatív oldalon, de egyébként sok apolitikus fiatal számára is. Úgyhogy az, hogy őt elhoztuk, arra büszke vagyok. Volt itt sok izgalmas személyiség, de talán az én kedvencem az Peter Thiel volt 2018-ban. Peter Thielről azt kell tudni, hogy a Szilíciumvölgyben, az amerikai innovációs központban talán az egyetlen konzervatív, aki fel is vállalja a nézeteit, és szerintem az én meggyőződésem szerint a világ egyik legokosabb embere, egy nagyon különleges elme, aki szinte mindenben mást gondol, a vállalkozástól a politikáig, ahhoz képest, mint amit a mainstream, a nyugati fősodor mond. És ő úgy tudott sikeres lenni, és ebből nagyon kevés ilyen van, hogy végigvállalta a véleményét. Úgy állnak nála, mint befektetőnél sorba a pénzért a különböző cégek, az ötleteikkel a különböző ötletgazdák, hogy ő, hát finoman szólva, sem a kegyeltje a médiának, pontosan a nézetei miatt. Egy nagyon különleges személyiség, és büszke vagyok rá, hogy eljött hozzánk, évente egy eseményt vállal, és ő választotta a Brain Bart. Azt gondolom, hogy egy komoly eredmény, hogy itt járt, és örülök neki, hogy egyébként annak idén találkozott a miniszterelnökkel, és szerintem egy fontos találkozás volt. Brain Bar, a Design Terminál több cégvezetője vagy. Milyen főnöknek tartod magad? Nehéz. Nehéz elviselni a munkatársaidnak? Szerintem kifejezetten, de túl vagyok már azon a életszakaszon, amikor azt gondoltam, hogy ezen valamiképpen mindenképp változtatni kell. El kell fogadni. Beletörődtél, hogy nehéz eset vagy. Érdemes elfogadni szerintem az embernek a saját karakterét. Fontos fejleszteni tudatosan, de az alapkarakterjegyekkel békébe kell kerülni egy ponton. Én nagyon maximalista vagyok. Ennek az egyik fele az, hogy saját magammal is, tehát semmiképp nem mondanám igazságtalannak magam, de másokkal is. A végletekig maximalista vagyok. És amíg nem egyenszilárdságú egy dolog, bármit is csinálunk éppen, addig azt nem engedem el. Makacs is vagy egyébként? Ebből következően makacs is vagy? Nem gondolom, hogy makacs vagyok. Tehát a tény az pont az, hogy nagyon tisztelem azt, hogyha valaki kimer állni az egyébként karakánul megfogalmazott véleményemmel szemben, és elmeri mondani, hogy szerint az miért hülyeség, és ő tud egy jobbat, és az mi. És onnantól kezdve, hogy feláll és elmondja ezt, onnantól kezdve nálam egy egészen másik polcra kerül, sokszor egy kiváló beszélgetés alakul ki ebből, és kifejezetten meggyőzhető embernek tartom magam. Csak a nehézség talán az, hogy nem feltétlenül az sugárzik belőlem, hogy gyertek és mondjátok. Sokszor az sugárzik, mert én úgy is tudom, és már eldöntöttem. Ezen felül kell kerekedni a beszélgető partnereimnek, és merni kell ellentmondani, és akkor bármi lehet. Ezért gondolják sokan rólad egyébként, hogy egy megosztó figura vagy? Nem, szerintem azért gondolják, mert az vagyok. Tehát, hogy... Egészen egyszerűen. Igen, és ezzel sincsen semmi probléma. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha valakit mindenki kedvel, vagy szeret, vagy valakire mindenki ugyanazt gondolja, ott valami nem stimmel valószínűleg. Család. Mit hozol otthonról? Hát a mi családunkban jellemzően kétféle ember volt, tanárok meg orvosok, kisebb részt művészek is voltak. Mind a három területen igen eredményes őseim vannak. Tanyasi tanítótól az egyetemi professzorig, körorvostól az orvos professzorig. Sokféle ősöm felmenőm van, ideértve a szüleimet is, akiknek a példája elől nehéz, meg persze nem is kell elmenekülni. Tehát ez egy olyan édes teher, ami mondjuk azért sok mindent determinál az életben, a minőségi mércét
vagy a kiválósági mércét az determinálja. Tehát olyan nagyon alább az ember nem adhatja. És nem csak szakmai értelemben, hanem etikai értelemben is. Azért egy tanár meg egy orvos az olyan mércé mentén éli az életét legtöbb esetben, aminek egyéb szakmákban sokszor nehéz megfelelni, és ehhez folyamatosan koncentrálni kell. A szüleidnek egyébként komoly elvárása volt veled szemben? Tehát szigorúan fogtak? Nem, a szüleim szerintem tudattalanul is nagyon-nagyon jó szülők voltak. Tudattalanul alatt azt értem, hogy ők akkor még nem is volt divat, de biztosan nem olvastak mindenféle bestsellert, hogy kell jó szülőnek lenni. Nem voltak olyan portálok, amik ezzel foglalkoztak, és egyáltalán nem volt ez a tudásgazdaság ennyire intenzív, hogy jó gyakorlatokat lehet elérni mindenhol 5 perc alatt. És ráadásul ők viszont tényleg elég makacs emberek mind a ketten, de mégis azt gondolom, hogy megmutatták nekem a világot, szószoros, meg átvitt értelemben is, szellemi, meg fizikai értelemben is, és a legfontosabb dolgot, a jó szándékot azt mindenképpen átadták, és azt, hogy bármivel is foglalkozom az ember, a feladat az az, hogy a helyet, ahol él, meg a közösséget, amiben működik, azt valamilyen módon, akár csak egy kicsit is, de tegye jobbá a munkájával. És ez nagyon egyértelműen átjött. Nyilván kamaszkorában az ember kevésbé ismeri fel a szülői értékeknek a súlyát, jelentőségét, de később ez nagyon egyértelmű lett, és ma már azt tudom mondani, hogy számomra ez egy mindennapos referenciapont az életemben. Most elmegyünk egy gyors szünetre, és a reklám után az Istenhez való viszonyoddal folytatjuk a beszélgetést. Mindjárt jövünk vissza. Böszörményi Nagy Gergellyel beszélgetek ma este. Isten hitnél fejeztük be a beszélgetést. Mit jelent számodra a vallás? Hát az identitásomnak egy meghatározó részét jelenti. Megkockáztatom, hogy a legfontosabb, legmeghatározóbb részét, ami egészen egyszerűen azon alapszik, hogy a hit alapozza meg az ember jövőbe vetett hitét, a jövőhöz való kapcsolatát, azt a meggyőződést, hogy van értelme energiát, figyelmet fektetni a dolgokba, van értelme még nehéznek tűnő körülmények között is, meg akkor is, amikor a világ úgy látszik, hogy kifordul a sarkából, hinni a jövőben. És ami rajtam múlik, azt a keveset, azt megtenni érte. Sokszor fordulsz a jó Istenhez? Természetesen minden nap. Tehát nekem ez egy örökölt dolog, tehát nem volt különösebben kacifántos utam az Istenhithez. Én egy református édesapával és egy katolikus édesanyával a mindennapos imádságot az gyerekkorom óta gyakorlom. És aztán, ahogy az embernek a világképe, világszemlélete a saját formájára alakult, úgy tudatosodott bennem az, hogy én azért nagyon református vagyok, tehát nálunk úgy volt a családban, hogy a nők katolikusok, a férfiak reformátusok, van egy ilyen magyar hagyomány, és nem csak emiatt vagyok egy református, hanem azt hiszem, hogy a munkához való viszonyom miatt is, és ehhez a dacos identitáshoz is ez azért jobban illik, meg egy letisztultabb, kicsit élesebb világképnek érzem én ezt, és Szabó István püspök alatt konfirmáltam a Budahegyvidéken, aki a konfirmációm alkalmával azt az igét szánta nekem, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És ez egy nagyon pontos útravaló volt nekem, mert ez pontosan arról szól, amiben hiszek, és ami a mindennapokat meghatározza, hogy folyamatosan emlékeztetni kell az embernek magát arra, hogy mennyire a tenyerén hordja a gondviselés, és mennyi mindent kapott lehetőségként, esélyként arra, hogy jobbá tegyen dolgokat, meg másoknak segítsen, meg szolgáljon. És ezt a missziós parancsot, ami a keresztény embernek sajátja,
azt teljesítse. És ma már úgy gondolom, hogy az identitásom szempontjából ez egy markáns központi elem. Ha már az identitásodról beszélünk, úgy tudom, hogy elég fontos szerepet tölt be az életedben a patriotizmus, a hazaszeretet, a hazafiság, hogyha így is beszélhetünk róla. Ez honnan alakult ki, és a hétköznapokban hogy nyilvánul meg? Hát szerintem ez egy családi dolog. Nekünk sose volt kérdés az a mi családunkban, hogy mi egyrészt büszke, másrészt ilyen aggódó magyarok vagyunk. Az azt jelenti, hogy mindig nézzük annak a lehetőségét, hogy mind lehetne egy kicsit munkálkodni, meg dolgozni. És a hely nagyon fontos volt nekünk. Ugye végülis a Kék túrán nőttem fel, édesapám mindig vitt Kék túrázni. Szerintem a hazaszeretetre nevelésnek az egyik legjobb példája, vagy legjobb módja, eszköze a Kék túra. És nagyon jó, hogy ma megint egyre többen fedezik fel ezt a lehetőséget, ezt a módját az ország megismerésének. És a hely szelleme, egy-egy épület szelleme, egy-egy hegy, egy-egy falu, egy-egy városka szelleme, az nagyon meg tudja határozni az embernek a kötődését. Ugye, ma sokat emlegetjük Roger Scruton nevét, és ő talán egy bizonyíték rá, hogy ilyen lelkületű emberek a világban mindenhol élnek, de azért eléggé kevesen vagyunk. És nekünk szerintem az a dolgunk, hogy ezeket a helyeket, amik tényleg helyek, a maguk szentségével, meg kisugárzásával, meg gravitációjával, azokat megőrizzük. És mindenki a maga helyén tud ezért tenni. Én úgy tudok tenni, hogy azokkal a fiatalokkal, akikkel kapcsolatba kerülök, olyan munkát végzek, és abban segítek nekik, hogy kötődjenek Magyarországhoz. Itt dolgozzanak, itt tanuljanak, itt bontakoztassák ki a tehetségüket, itt képzeljük el a jövőjüket. Akár egy fiatal vállalkozóról beszélünk, akár egy diákról, aki a jövőjét tervezi. Minden esetben a Magyarországhoz való viszony az egy meghatározó témám velük. És talán ez a legjobb eszközöm arra, hogy gyakorlatban lefordítsam ezt. Másik eszköz az az intézményépítés. Beszélgettünk a magyar történelmnek a nehézségeiről az elmúlt 100 évben. Nálunk nem lehettek kontinuális intézmények. Nem lehettek olyan intézmények, amik saját tradíciókat építettek volna fel, mert mindig jött valaki, aki széját rancsírozta Magyarországot, a magyar államot, a magyar hagyományokat. Megérőszakolta. És amiben szerintem sokkal szerencsésebbek nálunk a nyugati országok, szerencsésebbek voltak egészen máig, mert a mai helyzet egy kicsit kusza már, az, hogy voltak stabil intézményeik, amikben az állampolgárok bízhattak, és amik kiváló színvonalon üzemeltek. Ez lehet egy posta, de lehet egy egyetem is. És nekünk Magyarországon szerintem kiváló színvonalú intézményeket is érdemes felépíteni. Én ilyen intézmények építésében élem ki magam, amik a maguk minőségében, megbízhatóságában, szellemiségében erősítik az országot. És egy olyan szintre emelik, ahol mondjuk egy fiatal perspektívát lát. Kitérünk még erre, de még maradjunk itt a természet szereteténél. Amikor a kevés szabadidőd van, vagy rendelkezel a kevés szabadidőddel, akkor azért szívesen túrázol is, természetet járod. Feltöltődsz ilyenkor? Amikor az ember gyalogol Magyarországon, akkor egyáltalán nem érzi, hogy ez egy kis ország. Tehát annyit lehet gyalogolni, és annyira sok különböző hangulatot, élményt lehet megélni Magyarországon, hogy egy élet is talán éppen, hogy elegendő ahhoz, hogy mindent lássunk. Hogyha folyamatosan megyünk, akkor talán egy élet elég. Lehet, hogy nem. És erre jó volt rájönni, ráébredni. Amikor már felnőtt fejjel elkezdtem újra a Kék túrát, meg amikor elkezdtünk az Alföldön túrázni barátaimmal. És rengeteg inspiráció, és nagyon sok izgalmas emberi találkozás jön ebből. Összefügg ez, ahogy említettem, és összefügg ez a hazaszeretettel, tehát látni azt, hogy élnek a magyarok, találkozni olyan emberekkel, akikkel a nagyvárosi gyerek az ritkán találkozik, beszélgetni, megismerni, megérteni,
őket Hegyeshalomtól Záhonyig, mindenütt, kis falvakban, a tanyavilágban, a kék túra mentén. Szerintem fontos ismeretanyagot is, meg alázatot is eredményez. És én azt gondolom, hogy nem egy nem létező Magyarországot tudok csak szeretni, ami a régóta a liberálisoknak egy nagy problémája szerintem, hogy ők bizonyos feltételekkel hajlandók csak szeretni Magyarországot, hogyha úgy és úgy viselkedik, meg ezt és ezt teszi, akkor esetleg. Azt és úgy tudom szeretni, amilyen Magyarország, meg amilyennek a magyarok. És ha vannak gyarlóságaink, akkor azoktól nem kevésbé szeretem, hanem azoktól még jobban szeretem. És azokat külön-külön is szeretem. Mi magunkban. Erre jó szerintem az, hogy az ember járja az országot. Intézményépítés, itt kitértél fél mondat erejéig, új feladatot kaptál nem is olyan régen. Ugye a MOME, a Mohony Nagy Művészeti Egyetemnek, az alapítványának a kuratóriumát vezeted. Mekkora léptékű feladat ez? Hát ez egy 150 éves intézmény, és a legfontosabb bázisa a magyar kreatív iparnak. Egy olyan országban, amit magára úgy tekint, mint kreatív közösség, kreatív nemzet. Ezek fémjelzik, hogy ez egy igen komoly feladat. Ez egy kis intézmény, az egyetemek között az egyik legkisebb, de jelentősége, és pláne a perspektívája, hogy mit tud hozzáadni, és mit tudhat hozzáadni Magyarországhoz, az a hely, ahol a Rubik kocka is született, az óriási. És ennek megfelelő alázattal, meg szorgalommal kell neki veselkedni ennek a feladatnak. Tavaly nyár óta dolgozom ezen, és nagyon ambiciózus vagyok abban, hogy egy világszínvonalú intézményt segítsünk felépíteni a MOME-ból. Ami biztosan adott ehhez, az a hallgatói kiválóság. Elképesztően tehetségesek a hallgatók, és nagyon sok kiválóan felkészült oktató is van az egyetemen. Az intézmény működtetése, professzionalizmusa, a mindennapok kiválósága, a megbízható, stabil működés, és a kellően ambiciózus működés, az, hogy nemzetközi szintű célokat tűzzünk ki, higgyünk magunkba, hogy ez lehet, hogy lehet a régió legjobbja a saját területén a MOME, lehet Európa egyik legjobbja bizonyos területeken, ezt el kell hinni. Azt gondolom, hogy a magyar felsőoktatás több ponton önbizalom hiányos. Leneveltek bennünket arról, hogy ugye merjünk nagyot álmodni. Ez a felsőoktatásban is igaz, minden területen, de ott is, a vállalkozásban is igaz, az oktatásban is. És ehhez egy kultúraváltás is szükséges. Szóval kiváló minőségű intézmény és magas szintű ambíció, ez a két vezérlő elve annak, amit a MOME-n igyekszem elvégezni. Az alapítványi rendszerre való átállásnak azért nem minden média felületen van jó brandje vagy jó üzenete. Ugye most hirtelen mi eszembe jut a Színház és Filmművészeti Egyetem, ott viszonylag nehezen ment ez az átállás. Neked meg kellett küzdened ilyen támadásokkal, kritikákkal? A MOME egy különleges eset, mert sok évvel ezelőtt saját maga kezdeményezte a modellváltását. A MOME közössége, oktatói, vezetői, egymást követő vezetők maguk állapították meg azt, hogy a kreatív gazdaság, a kreatív ipar a 21. században annyira fontos, hogy a MOME-ban sokkal több van annál, mint ami az elmúlt évtizedekben kijött belőle. És ahhoz, hogy ez ténylegesen megjelenjen, ahhoz egy új modellre van szükség. Belülről érezték ezt az ott tanulók, dolgozók? Abszolút, és egy közmegegyezés volt a MOME közösségén belül, hogy ez a modellváltás szükséges. Nyilván voltak ellenzők is, egy több száz fős közösségben ez elkerülhetetlen, és szerintem helyes is, hogy a véleményeknek van egy sokfélesége, de a többség az végig sok-sok évvel végül a technikai modellváltás előtt már támogatta ezt a folyamatot. Ilyen szempontból az én dolgom az könnyebb volt. Talán azt is fontos megjegyezni, hogy a MOME-nak rendkívül jó mintái vannak külföldön, hasonló profilú intézmények, innovációval, dizájnnal, kreativitással foglalkozó egyetemek, és ezeknek a jó része az valamilyen hasonló formában működik. Tehát nekünk azért annyira nem kell magyarázni, hogy mit jelentenek a nemzetközi standardek, mit jelent a nemzetközi szint. Egyértelmű az, hogy ez a modell alkalmasabb az ambícióknak, az aspirációknak a kitöltésére. Hogyha hirtelen arra gondolok, hogy az a közeg, amelyben te mozogsz,
nem biztos, hogy az az első gondolatom, hogy ez egy ilyen teljes mértékben konzervatív, nemzeti érzelmű világ, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam. Azt halljuk, azt látjuk, azt erőltetik ránk, hogy ez egy liberális közeg. Mégis itt ül velem szemben egy olyan fiatalember, aki szereti a hazáját, patrióta, konzervatív gondolkodású és sikeres ezen a területen. Hogy csinálod? Én visszatérnék oda, amivel kezdtük a beszélgetést, a kíváncsisághoz. Nagyon sokat tanulok olyanoktól is, az egyetemen is egyébként, de a munkám más területein is, akik máshogy látják a világot. Azért tudnak ezek a szabad vegyértékek megjelenni bennem, mert már eléggé biztos vagyok a saját világképemben. Nehéz megingatni benne, talán lehetetlen is. Viszont bővíteni a látókörömet, és új információkat, új tudást felhalmozni, az nem áll tőlem távol. Tehát nem érzem veszélyben az identitásomat, biztosnak érzem a világképemet, és ezért kellő magabiztossággal tudok beszélgetni egészen eltérő nézetrendszerű emberekkel is. Mindenki tudja rólam ezekben a körökben, hogy mit gondolok a világról, de azt is tudják, hogy jót akarok. És nem magamnak akarok jót, hanem ezeknek a közösségeknek, egy egyetemnek, egy vállalkozásnak. És ez a bizonyosság segít ezeket a hidakat azért felépíteni a kellő pillanatokban. Szerintem ez lehetséges. Akkor ezek szerint több ilyen emberre lenne szükség. Ezt most én mondom, nem kell rá válaszolnod. Könyvek szerelmese vagy. Ugye a Mandinerbe minden héten írsz egy könyvajánlót. Honnan ennyi energia, hogy minden héten elolvassál, írjál egy könyvről, illetve honnan a könyvek iránti szeretet, az ennyire nagymértékű szeretet? Hát a könyvek iránti szeretet is az üleimtől jön. Gyakorlatilag a lakás, ahol felnőttem, az egy könyvtár volt inkább, mint emberi élettér. De az is nagyon fontos, hogy valamikor a 2000-es évek elején volt egy rovat az akkori mára megboldogult heti válaszban, Matolcsi Györgynek a rovata volt ez, ahol ő minden héten feldolgozott egy könyvet, és emlékszem, hogy a barátaimmal nem is hittük el, hogy ezeket a könyveket ő tényleg elolvassa, mert ez képtelenség ennyit olvasni, és aztán dolgoztam neki rövid ideig gyakornokként, és láttam, hogy ő tényleg elolvassa ezeket a könyveket. És akkor rájöttem, hogy ez lehet. És azt is megtanultam, hogy hogyan kell ennyit olvasni, gyorsan, meg hatékonyan. Ugyan fontos leszögezni, hogy nem irodalomról beszélünk, hanem, vagy nem szép irodalomról beszélünk. Szép irodalmat szerintem nem jó sietve olvasni, meg fogyasztani, ott abban el kell mélyedni. De a tudományos irodalom az általában egy kaptafára épül, és megvannak azok a mintázatok, amit az ember kellő mennyiségű könyvvel olvasása után már rögtön felismer. És én úgy olvasok, hogy elsajátítom az első egy-két fejezetben a szókészletét az adott szerzőnek, és utána már egy-két másodperc elég ahhoz, hogy átlássam, hogy egy oldalon akad-e új információ. És így aztán két óránál nem igényel többet egy könyv. Megnézegetem az életrajzát a szerzőnek, amiből igyekszem feltérképezni a gyerekkori, fiatalkori motivációit, hogy vajon kire dühös, meg mire dühös, meg honnan jön, meg mit szeret. Az is fontos, és aztán elolvasok néhány kritikát, amit mások írtak a könyvről, hogy lássam azt, hogy más mit vett észre. És akkor ez az egész így néhány óra. Ebből már lehet írni egy kiváló recenziót, egy tömör, sűrű szöveget, és azért ott van emellett az, hogy ugye minden héten új könyv, ahhoz el kell olvasni hetente két-hármat, hogy kiválasszam, hogy az olvasóknak melyik lesz ebből a legérdekesebb. De most azt hittem, hogy nagy fába vágom a fejszémet, amikor elkezdtem ezt a rovatot, de most már nagyon nehéz elképzelnem az életemet nélküle. Teljesen belefeledkeztem, és folyamatosan érkeznek az újabbnál újabb könyvek, mindig nézem, hogy milyen izgalmas dolgok jelennek meg, és azt gondolom, hogy ez is egyfajta szolgálat, legalábbis én annak szánom, hogy olyan gondolatok bekerüljenek a hazai közbeszédbe, fejekbe, ki tudja, hogy kihez jut el, és kiben milyen ötletet vagy gondolatot eredményez, amik segítenek Magyarországnak, tehát amik hasznosak. És egyébként egy kicsit meg is mutatják azt, hogy nem vagyunk egyedül a kérdéseinkkel mi magyarok, nem vagyunk egyedül a gondolatainkkal. Nekem nagyon nagy megerősítés az elmúlt egy-két év olvasmányélményei mentén, hogy a világban ott vannak azok a könyvek,
amik a bátor, patrióta, ambiciózus, de ugyanakkor innovatív gondolkodásnak a lenyomatai. Nem csak mi hiszünk el ebben, nem állítom, hogy sokan vagyunk, de a világban van egy ma még talán rejtett hálózata a hasonlóan gondolkodóknak, és szerintem izgalmas dolog ezt a hálózatot megszervezni. A Brain Bar is erre való, és vannak más eszközök is erre. Érdekel a politika? Abszolút, szerintem a politika az egyik legizgalmasabb dolog a világon. És mennyire az életed része, tehát mennyire foglalkoztat így a mindennapokban adott esetben? Engem foglalkoztat, de én a politikának a klasszikus jelentését használom és vallom magaménak, ami a közös ügyekkel való foglalatoskodás, és ilyen értelemben azokat a dolgokat, amiket csinálok, bizonyos fokig politikai tevékenységnek tartom. És azt gondolom, hogy az a kínai átok, mi szerint érdekes korban, az nekünk áldás is, mert a világ történelmének az egyik legérdekesebb korszakában élünk és élhetünk. És most a szokottnál is izgalmasabb az, hogy milyen rövid idő alatt milyen komoly változások történnek, és ennek egy megoldó kulcsa az ember politikai természete. Azok az időtlen mintázatok, amiket az ókortól kezdve a posztmodern politikáig viszont látunk közös ügyek szervezésében, különböző karakterek megjelenésében, politikai indulatoknak a kicsapódásában, és nehéz értelmezni a világot akkor, hogyha az ember a politikára nem nyitott, és a politikai műveltséget azt nem veszi magához. Szerintem képtelenség pusztán tudományos irányból, vagy pusztán kulturális irányból értelmezni. Az emberi természetnek egy fontos algoritmusa a politikai viselkedés, és a jövőt is döntően meghatározza. Sikeres ember vagy, vannak irigyeid? Biztos, hogy vannak, igen, és azt gondolom, hogy az ember akkor teszi jól, hogyha odafordulással kezeli őket, és ha megdobnak kővel, akkor dob vissza kenyérrel alapon, igyekszik viselkedni velük. Ezt nem gondoltam mindig így, meg ezt nehéz is gyakorolni. De mostanra már szerintem ez megérett bennem, vagy ez az általános megoldása ennek. Nem sok időnk maradt, ha már jövőről beszélünk, jövő fesztiválról, Magyarország jövője. Milyen jövő vár Magyarországra szerinted? Szerintem egy hívő embernek, meg egy olyannak, aki patriótának vallja magát, az a dolga, hogy saját hazája meg a saját közösségei tekintetében optimista legyen, és megtegyen mindent, ami tőle telik, azért, hogy egy jó forgatókönyv valósuljon meg a saját területén, abban, amiben ő igazán jó, amiben igazán hasznosak tudja érezni magát. Szerintem látva néhány nyugat-európai ország mindennapi valóságát, látva egyes amerikai eseményeket, azt gondolom, hogy Magyarország ma egy sziget, nem vagyunk teljesen egyedül, de kevés hozzánk hasonló van, és Covidot, a koronavírus időszakát félretéve a magyar történelemben sem volt még olyan időszak, amikor ilyen sokaknak nyílt lehetősége arra, hogy prosperáljanak a mindennapokban. Minden relatív. Rengeteg feladat van. Rengeteg teendő maradt. De azt gondolom, hogy térben és időben is egy szigeten élünk most Magyarországon, és ezért nem lehetünk elég hálások. És döntően rajtunk múlik, hogy ezt elmondhatjuk-e 10-15-20 év múlva is. Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm nektek is a figyelmet, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Jövő héten ugyanekkor, ugyanitt találkozunk. Mi vagyunk a magyarok.